Sejtem, hogy mindenki, aki irodában dolgozik, szokott kapni barátoktól vicces videót e-mailen. Ilyenkor nevetünk egy jót, legfeljebb mi is tovább küldjük egy-két ismerősünknek, és belenyugszunk abba, hogy sosem tudunk meg semmit a szóban forgó videók főszereplőiről. Nálunk a szerkesztőségben Trütko a fő videóküldözgető, úgyhogy senkit nem lepett meg, amikor egyik nap azzal állított be, hogy megtalálta a hisztis, csapkodós telefonos kislányt. Nem fogják kitalálni itt Pesten. Met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Élő műsorban röhögő görcsöt kapó riporter. Lovas versenyen rossz helyen álló riporter. A stúdióban elágyuló műsorvezetőnő. És Guinness rekordot tönkretevő riporter, jaj, ezt még nézni is rossz. Szóval ők mindannyian az internetes letöltések sztárjai, akiket egy hónapja háttérbe szorított egy új csillag, Adela Lupse, akinek nem telefonáltak a nézők. Ígérem, mindjárt jön Adela és az ő hihetetlen alakítása, de előtte még ismerjük meg magát a műfajt, a betelefonálós játék műfaját. Ez a TV2 székháza Budapesten, ő pedig Szelecki Ádám, a TV2 Kvízió című műsorának főszerkesztője, aki tapasztalatból azt mondja, hogy a magyar embert semmi sem érdekli jobban, mint a készpénz. Míg azt mondom, hogy Németország, Hollandia, Angliában egy nyaralás, egy utazás, egy DVD lejátszó is komoly nyeremény lehet, addig Magyarországon csak a készpénz az, ami vonza az embereket. Próbálkoznak minél többször, mert minél többször próbálkoznak, annál több az esély arra, hogy itt legyenek és nyerjenek. Tudják, megkezdődik az adás. M betűvel kezdődő ötbetűs női név a feladvány 50 ezerért. És már is belecsöppenünk egy váratlan helyzetbe, jelentkezik ugyanis egy játékos az M betűs női név megfejtésével, ami szerinte nem más, mint a mell. Még egyszer? Azt mondja női névnek, hogy mell? Kérdezd meg, hogy van-e mell nevű ismerőse? A játék szünetében Fédra, a műsorvezető azt meséli nekem, hogy a napokban ő is látta román kolléganője műsorvezetését, és nem is titkolja, hogy el van tőle ájulva. De természetesen ő is a legjobb műsorvezető szeretne lenni. Az igazán jó műsorvezető kedves, barátságos, nézőbarát, intelligens, aranyos, bájos, szerethető. Folytatódik az adás, és nem is eredménytelenül Fédra kedvessége meghozza a bárbabát sikert. János, milyen nevet mond nekem? Igen! Nagyon jó! Rohanok tovább, nem is akárkihez. Egy belvárosi kávézóban maga a műfaj élő legendája, a Kapcsoltam sztárja, Rózsa György vár. Türelem szexárdot terem. Tiszteletem, Werner úr! Egy kis multidézés. A fehér öltönyével és fehér nyakkendőjével korszakos divatot teremtő Rózsa György a 80-as években vitathatatlanul a televíziózás egyik legismertebb alakja volt. Most két évtizeddel a nagy siker után Rózsa György azt meséli, minden kapcsoltamban voltak váratlan helyzetek. Egyszer például a stúdióból, tévedésből visszahívtak egy szovjet rakétabázist, de a telefonközpontos orosz kiskatona nem akart játszani. Ennél rosszabb nem történt, pedig történhetett volna, mert élő adás volt a kapcsoltam. Kvázi demokratikus élőjáték volt. Ugye féltünk is akkoriban, hogy valaki bekiabál, mondjuk vesszen a Kádár kormány, dögöljön meg Kádár János, vagy ilyesmi, hiszen nem tudtuk volna lekeverni, legalábbis az első két-három mondatot elmondta volna, mire ott valamit meg lehet oldani. Vége az interjúnak, egy kicsi gépen lejátszom Rózsa Györgynek azt, hogy Adela Lupse hogyan is biztatta a nézőket a betelefonálásra. Kitűnünk. Megvan véve, ha lesz magántelevízióm, a csaj elsőnek van fölvéve. Kitűnünk. Rózsa György még vagy háromszor megnézi a nem mindennapi alakítást, és azt mondja, egyáltalán nem csodálkozik azon, hogy jelenleg ez a felvétel az egyik legnépszerűbb az interneten.